Szeretettel köszöntöm a Szentendrei Szalon jelenlévő vendégeit, és persze mindazokat, akik otthon a tévé készüléke előtt ülnek. Azt hiszem, hogy még eddig talán egyetlen egyszer sem valósult meg a műsor producerének, Lőrinci Györgynek és szerkesztőjének, Varga Katának az az álma, hogy két szentendrei művész üljön itt, egy előadó művész Csepregi Éva személyében, és Szabó Tamás, mint képzőművész, mind a ketten szentendreiek vagytok, és most itt ma este találkoztatok először. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és rögtön az első kérdésem az, hogy egy ilyen első találkozásnál, és nem feltétlenül rögtön a maira, hanem úgy az életetekben, mit figyeltek, mit vesztek észre a másikon? Mi az fontos, ami szembe tűnik, ami rögzül bennetek? Kezdjük talán veled, Éva. Milyen fogós ravasz kérdés ez, mert én láttam Tamást kint állt az ajtóban, még nem találkoztunk tényleg valójában, viszont láttam egy embert, aki nagyon érdeklődve szemlélte itt a dolgokat, fölmerült bennem, hogy vajon miért nem jön be. Még talán úgy gondoltam is rá, hogy beinvitálom, hogy azért üljön le nyugodtan, vagy valami ilyesmi. És hát igazából aztán kapcsoltam, hogy ugye a filmben, a bemutatkozó filmben láttam őt, és hát tudtam, hogy ő lesz itt ma a másik vendég. És hát ilyenkor azért az embernek az agya kattog, ugye kíváncsi voltam a művészetére, hogy valójában mit csinál, hogy csinál, de hát gondoltam, hogy most nem lövöm le a poént, nem mentem oda hozzá beszélgetni, és akkor ti ugye bemutattatok neki. Úgyhogy érdekes volt így látni, hogy kívülről ugye valaki, aki még nem ismerős, egy pillanat alatt ismerős lesz. Tamás, te mit figyelsz meg egy emberben? Talán egy képzőművésznek sokkal élesebb a szeme, a látása. Hát a részemről mondjuk ez, hogy nem ismertem, mert ismertem az Évát, de a tévéből természetesen. Tehát nekem nem okozott meglepetést. Egyedül talán az okozott egy pici meglepetést, hogy azt hittem, hogy magasabb. Tessék! Azt hittem, hogy soványabb. Nem, magasabb. Nem tudom, miért ez bennem volt, de... Hát, érdekes. Igen. Érdekes. Nem tudom, miért, mert gondolom a tévében mindig a felvételek úgy mentek, hogy... Vagy alulról... Jó esetben. Igen, igen. Alulról, igen. És akkor... Vagy koncerteken, mert az ember látott ilyen felvételeket. Tehát részemről ennyi. De erről a helyről pedig, amire az előbb kitérte, annyi, hogy nekem itt 1990-ben volt egy Van Gogh kiállításom, egy omás Van Gogh, akkor volt a halálának a 100. évfordulója, és hát én itt ebbe a galériába egészen otthon vagyok, és hát nagyon sok kollégának volt itt kiállítása, itt szoktunk gyakran találkozni, tehát ez egy ilyen számunkra egy kultikus hely. De jó, mert én meg képzeld el, szentendreiként először vagyok itt belül, bent ebben a galériában, mindig kicsit én te is. Igen. Így irigykedve néztem, amikor egy-egy kiállítás megnyitó alkalmával látom, hogy kint állnak, beszélgetnek, tehát van egy hangulat, és akkor valahogy mindig úgy nem is tudom, olyan félénk vagyok ilyen helyzetben, hogy nem csörtetek be, de nem rólam szól ez a ma esti beszélgetés. Éva, hát akkor ajándékozz meg minket, ugye így rögtön az elején, énekelj nekünk, mit hoztál nekünk így bevezetőül? Hát gondoltam, hogy egy kicsit mást hozok, mint amit szoktam ugye a koncerteken énekelni, meg a fellépéseken, és hát van egy olyan anyag, egy lemez, meg is jelent lemezen, Neoton Swing, ez a címe, ilyen ismert neoton dalok tulajdonképpen ilyen jazzes formában átdolgozva, úgyhogy ebből hoztam egyet, kettőt. Jó, akkor most az elsőt, jó? Jó. Nyár van, alig fürdőruhában, égetem magam a napon. Oh yeah.
nyárban, terepszínű világban feltűnő vagyok. Tudom. És a lesben áll egy cápa, áldozatra várva, szinte felfal a szemével, mi legyen. Valahol összedélem, örökös napsütésben, szirén énekemmel elkábítom. Valahol egész délen, a szerelem tengerében, én is megpörödnék, elárulom. Szobában az emlék felkavar. Nagyon. Nyárban, épp olyan meleg nyárban elfelejteni nem fogunk. És a lesben áll egy cápa, áldozatra várva, szinte felfal a szemével. Örökös napsütésben, szirén énekemmel elkábítom. Valahol egész délen, a szerelem tengerében, újra megpörödnék, elárulom, elárulom. Ezek a jazzesek olyanok, hogy szeretnek ilyen hangszer szólókat csinálni, és akkor most ők jönnek. De azért lehet egy kis tapsot kérni, ugye? Ha kint lennék, akkor még táncolnánk is. Köszönjük szépen, és kicsit gonoszkodva most azon gondolkoztam közben, hogy édes Istenem, hányszor énekelte Éva ezt a dalt? Húztad a strigulákat valaha, hogy melyik dalt hányszor énekeltél? Hát, talán meg Guinness rekorder is lehetnél. Természetesen, ugyanúgy, ahogy valószínűleg az összes kollégám nem nagyon húzza a strigulát. Hát lehet tudni, hogy körülbelül mennyi lemez jelent meg, azt hiszem 35 lemez jelent meg, körülbelül 450 dal szólt a Neoton Familiától, és akkor hát ebbe beletartoznak azért a szóló lemezek, a duett lemezek, a mese lemezek. Tehát úgy nagyjából lehet tudni, hogy ilyen formában mennyi dal készül, de hát rengeteg szer. Egy kis játékra hívlak benneteket. Ugye annyi kutatás, annyi cikk, írás, tudós, okos ember beszél arról, hogy amikor már így az életünk nagyján túl vagyunk, akkor is érdemes a gyerekkorunkra vissza
emlékezni, hiszen mindent ott alapozunk meg. Úgyhogy azt szeretném most, hogyha a beszélgetésünknek így nagyjából az elején egy kicsit visszatekintenénk a gyerekkorunkra. Tamás, kezdjük veled, azt tudom rólad, hogy Salgótarjánban gyerekeskedtél, és mi nagyjából egy év különbséggel egykorúak vagyunk, tehát nagyjából ugyanakkor, csak én egy kicsi faluban gyerekeskedtem, te ahhoz képest egy nagyvárosban, Salgótarjánban. Milyen volt ott gyereknek lenni? Hát Salgótarjánt nevezték Kis Moszkvának is annak idején, de mi ebből semmit nem éreztünk Isten igazán. Jártuk az erdőt, gombáztunk, háborúztunk az alattunk levő bérháziakkal, de nekem ezért ennél voltak meghatározó élményeim is. Salgótarjánban 1968, hát nem ma volt, ott volt egy Balázs János nevű ember, aki egy zseniális festő volt, és mi gyakorlatilag 4-5 évet együtt dolgoztunk. És ez egy olyan máig ható élményekkel látott el, hogy nem is bonyolodok ebbe annyira bele, mert olyan hosszú lenne, hogy nem is akarom ezt kifejteni igazán, de ez egy fantasztikus, és olyan zseniális emberek voltak a környezetemben, mint Földi Péter, vagy a Lóránt János, tehát akik igazi nagy művészek, és hát mondjuk az életemet azért a gimnázium igencsak megkeserítette, mert nem igazán azzal foglalkoztam. De nem azon... szerettél tanulni, vagy nem érdekelt? Hát, az vagy... az igazság, egy matematika, fizika, kémia nem volt az én világom. Tehát, az enyém sem megnyugtott. Az nem működött. Nekem az működött, hogy hazamentem, bevágtam a táskát a sarokba, és akkor kimentem, és a plenerbe nyomtam. Vagy festettem, vagy faragtam. Pont most felújították a katolikus templomot, ott Salgótarjánban, és hát szégyen ide, szégyen oda, de ott voltak ilyen ledőlt márványok. És hát éjszaka lementünk egy páran, ez mondjuk volt ilyen mázsa, 50 kilós márványtömbök, mert hogy fenébe jutottam volna én márványhoz, és egy-egyet eltulajdonítottam. De hát a művészet szentsége hát, javára. Igen, csúnya dolog volt ez, de egyszerűen számomra überelhetetlen volt az, hogy szerettem volna márványba faragni, hát az ember olvassa Michelangelo-t, a reneszánszot, Salgótarjánban, ahol csak bazalt van, meg gránit, hát mi a fenét lehet azzal kezdeni, szerszámaim se voltak. Tehát, és mondom, hát ez a festés, szobrászat, ez mindig párhuzamosan uh-huh. ment, és ez gyakorlatilag a mai napig tart. Uh-huh. No, majd visszatérünk ide is. Éva, te a fővárosban gyerekeskedtél, de valahol a 18. kerületben meg kellett néznem nekem vidékiként, hogy pontosan az hova esik. Szóval neked a gyerekkorban mi volt meghatározó? Mi volt az, amire úgy szívesen emlékszel? Vagy milyen klubokba jártál? Miket hallgattak a szüleid? Hát nézd, igen, a 18. kerület az nagyon kiesett a fővárostól. Tehát az annyira kül kerület volt akkor, hogy még bejárni is nagyon nehéz volt. Tehát, hogy nagyjából minden ott zajlott nekünk a 18. kerületben, de olyan szerencsém volt, hogy nagyon jó iskolákba jártam. Az Engelsbe például, az egy zeneiskola volt, és hát ott tanultam ugye hegedülni, zongorázni, aztán utána jártam a Steinmetzbe, ugye most volt az 50. évfordulónk, az érettségi találkozónk, nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt. Ott a park, ami a gyönyörű iskola előtt volt, az nekünk egy meghatározó élmény volt. A szüleim azok nagyon nehezen éltek, ráment az életük erre a háborúra. Apám ugye a második magyar hadseregbe szolgált, valahogy hazakecmergett a háború után, és hát akkor találkoztak az anyuval. Ugye van egy testvérem, aki anyám előző házasságából való, úgyhogy nekik gyakorlatilag ketté törte az életüket a háború, nagyon nehezen boldogultak, nehéz életünk volt, és ennek ellenére valahogy én nagyon szívesen emlékszem vissza
az utcára, ahol játszottunk, a zeneiskolára, ahol először érintett meg a zene. Ők, amit hallgattak, az, ami a néprádióból kijött. Tehát aztán régen, vagy utána volt a Pacsirta rádiónk, ott is. Szóval én igazából, nekem magnóm az körülbelül 77-ben lett. Tehát én is a rádiót hallgattam, és azután kezdtem el úgy igazán beleszeretni a popzenébe, vagy hát ebbe a zenébe, és nagyon bölcsek voltak, tudták, hogy nekem ez az utam, és főleg az anyukám nagyon támogatott. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Ott volt a Rózsa Ferenc Kultúrház, minden ott zajlott, a pedagógus napra olyan gyönyörű ruháink voltak, ilyen hímzett, mindenféle egyenruhák, amiben énekelgettünk, szerepeltünk. Tehát teljesen jó kis közösség volt, úgyhogy én nagyon szerettem ott. Ahogy készültem, valamelyik interjúban mondtad, hogy, és arra nem emlékszem, hogy szomszédasszony vagy rokon hölgy, aki hallott egyszer énekelni téged, és azt mondta, na ennek a lánynak ezt komolyabban kéne, hogy te emlékszel erre nyilván, igen, hogy ki volt ez. Igen, ez a konyhában történt, az unokatestvérem volt, és az anyukám, és akkor ott a jó visszhangzott a konyha, és mondták, hogy na, énekelj valamit. És akkor mondták, hogy énekesnő lesz, kész, el van döntve. És hát az anyu ennek jegyében próbálta egyengetni az utamat, és hát ugye a 72-es Ki mit tud volt az, amikor elindultunk, de hát akkor én már azért jártam énekelni, tanulni, ugye ott találkoztunk a Hoffman Ödön tanár úrnál a lányokkal. De akkor volt valaki, aki példaképed, akire hasonlítani akartál? Hát, akit például úgy kiválasztottál magadnak? Éppen mondtam a Zsoldos Dedinek, hogy én például nagyon szerettem az anyukáját, a Sárosi Katit. Tehát ő egy nagyon érdekes átmenet volt, ugye a klasszikus ének és a tánzzal között. Aztán hát utána, aki az egyik példaképen volt, a Konzsuzsa Illés Együttes, tehát én főleg az ő rajongójuk voltam. Aztán elég hamar már a gimnáziumban ugye elkezdtem énekelni ott a Rózsában. Beprotezsáltak az osztálytársaim, mondták, hogy a Csepregi úgyis jár ilyen énektanárokhoz, meg minden, és akkor a Sztereó Együttesben, hogy hadd énekeljen már valamit az Éva. És akkor szombatonként ott énekeltem, és hát főleg az ő dalaikat. Hihetetlen. Tamás, egy kicsit kanyarodjunk vissza hozzád, hogy ugye azt az előbb elmondtad, hogy azért nem az volt a te képzőművészeti alapozásod, mint mondjuk nekem annak idején a gimnáziumban, és ami ma is alapját adja az én képzőművészeti tudásomnak, vagy műveltségemnek. Tehát nem a művészet történet órákon, hanem művészek mellett valóságosan csiszolódtál, vagy elköteleződtél? Hogy aztán végül is erre a pályára kerültél. Kezdem az elején, mert ez egy fontos történet, hogy 1964. 12 éves voltál. Igen, ülünk a moziba, Tarjánba, november 7 filmszínház, és a híradó volt még abban az időben. És egy csajszi ilyen hurkákból egy korsót formázott. Ez egy ilyen fölrakásos technika. Hát én azt most nem tudtam erről semmit, és mire kijöttem a moziból, én tudtam, hogy szobrász leszek. Ennyi volt. Hazamentem a kertbe, így benyúltam, és agyag volt a kertbe. Tehát, és elkezdtem tankokat csinálni, miskakancsókat, mindent, és mondjuk nekem azóta ez az érzés tart. De ott valami olyan brutális dolog ütött meg, hogy egy időben már csak azon imádkoztam, hogy Atya Úristen, mikor fogom én ezt újra megérezni, ezt a fajta bizonyosságérzést. És egyszer megyek a metrón, ez ugyanolyan kiszámíthatatlan, mint gyerekkoromban, és ugyanaz a bizonyosságérzés megérintett. Ez volt vagy 15-20 éve, és nagyon örültem neki, hogy mert azért néha az ember elbizonytalanodik, az élet egy kicsit belerugdós, de hát ez mindenkire érvényes természetesen. És hát ez azóta tart, és iszonyú mázdistának érzem magam, hogy ezzel foglalkozhatok világéletemben. Jó, de ne ugorjunk ennyire előre, mert azért az engem érdekel, hogy Salgó Tarjánból
végül is az iparművészetire jelentkeztél. Tehát hát milyen esélye volt egy fiatal? Esélye az így, illetve igaz. De azoknál reklamálj, akik ezt írták róla. Igen, a tények azok valóban ezek, de igen. Én egyszer jelentkeztem, sőt, már kis képzőbe is jelentkeztem, nem vettek föl. Egyszer jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára, akkor még úgy hívták, nem vettek föl, és akkor volt egy Salgó Tarjáni srác, aki üvegszakra járt az iparművészeti főiskolára, és mondta, gyere oda, figyelj, azt mondja, itt lehet faragni, festeni, mintát, gyere, fiúk meg nincsenek. És akkor mondtam, oké, oda mentem, azonnal fölvettek, mert akkor ráadásul föl is voltam már készülve. És hát akkor, de hát azóta se gyakoroltam az üveg végzettségemet, úgy maximum az ember megemeli a poharat. Tehát azon kívül, de egy gyönyörű szakma, csak nekem túl törékeny volt. És nem lehetett nagyobb méretű munkákat készíteni. És túl törékeny volt, de ma nagyon menő az üveges. Nemrég is volt itt Szentendrén egy ilyen üveges kiállítás a múzeumban, és hát nagyon szép munkák voltak. De az igazság engemet nem érintett meg. Nem. Hogy aztán az élet... Igen, egy Brahiból mentem, Alimiből oda, mert akkor az előbb az Évával beszéltünk arról, hogy a művészeti alapnak tagja kellett, hogy legyen az ember, mert ha személyben nem volt beírva, akkor a rendőr igazoltatott közveszélyes munkakerülésé elvittek volna. KMK. Igen. Igen. Tehát muszáj volt valahogy a művészeti alapba bekerülni, és utána az ember már azt csinált, amit tudott. Akar. És ez az énekeseknél, előadó művészeknél, tényleg neked mi lett először beírva a munkakönyvedbe? Kinoin. Igen. Kinoin gyógyszergyár, mert az egyik osztálytársamnak az apukája odavett titkárnőnek. Az egyik osztályra, a gépkonstrukciós osztályra, ami egyébként nagyon távol állt a gyógyszergyár profiljától, mert akkor jöttek be ezek a műanyag hegesztő gépek, amikkel ugye a zacskós tejet, meg a különböző ilyen dolgokat csomagolták, és ott ezekkel a nagyon klassz mérnökökkel, meg tervezőkkel dolgoztam együtt. Hát nagyon sok hasznomat nem vették, mert mindig ugye az, akkor is már voltak előadások, jártuk a vidéket, hát akkor azért nem úgy volt, hogy csak hétvégenként, hanem a hétfőket, szerda, csütörtök, hát mindig lehetett valami buli, úgyhogy segítettek mindig azért, hogy ne kapjak fegyelmét. Kaptam ilyen belépőket, meg mit tudom én, úgyhogy 7 hónapig voltam ott, és akkor utána kiléptem. És mikor vált, mi az az idő, amire azt mondod, hogy na, tudtam, hogy innentől nincs már, ettől kezdve nincs más, csak az éneklés, és hogy komolyan veszed azt. Tamásnak ez az áramütésszerű dolog, ez egy óriási érzés lehetett. Én nem így voltam, én nagyon bizonytalan voltam nagyon sokáig, mert valahogy mindig azt hittem, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Ugye mi, ez az egész korosztályunk szerintem ilyen amatőrként csöppent bele ebbe a szakmába, és akkor közben belejöttünk valahogy valamilyen úton, módon, és akkor mindig valami úgy megerősített. És hát akkor még, ugye volt egy, azért léptem ki a munkahelyemről, mert ugye már vége volt a Ki mit tudnak, és kaptunk egy feladatot a televíziótól, a Magyar Televíziótól, hogy mi énekeljük a vokált egy külföldre utazó, Svédországba utazó produkcióba, ahol nagyon sok énekes volt, sztárok voltak, és mi énekeltük a vokált az összes fellépőnek. És akkor utána úgy mindig úgy mentünk előre. Úgyhogy ez a kócbabák. A kócbabák, igen, a kócbabák. És akkor az nagyon időigényes volt, tehát ott rádiófelvételek készültek meg minden. És akkor hazajöttünk, akkor viszont a nyár is elkezdett zsúfolásig megtelve lenni. Bocsánat, csúnyán beszéltem. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy ez menni fog valahogy. De akkor is, ugye, amit Tamás is mondott, hogy nem
tudtuk, hogy mi lesz, mert igazából az a személyibe ugye valami bele kellett, hogy kerüljön, mert különben, tehát ez nem volt egy elfogadott foglalkozás. És fú, milyen sokáig harangoznak itt, ugye? És aztán a végén, ugye ez olyan nagyobb pillanatok alatt történt, hogy az OSK-ba beiratkoztunk együtt a lányokkal, ez az országos szórakoztató zenei központnak a stúdiójába, és ott például letettük ugye a vizsgát, ez egy 2 éves iskola volt, akkor kaptunk működési engedélyt, az már elég volt. Tehát az már, utána rögtön ugye az Oriban is megkaptuk a működési engedélyt, az már olyan volt, hogy még bele volt írva, hogy az operaházban is lehet énekelni, tehát annyira komoly volt. És hát jött a Neoton, az már tényleg egy olyan lépcsőfok volt, hogy úgy éreztük, hogy nagyjából megtaláltuk a helyünket. Tehát mi erősített az abban az időszakban, amikor még nem a Neoton volt, hanem ugye mondtad, hogy bizonytalanság, és ezt tőled is kérdezem, ugye egy pályakezdő képzőművész, akit még nem ismer a világ, akiről nem tud a világ, hogy létezik. Tehát mi ad erőt, inspirációt, bátorságot, hogy megmutatni? Ugye mind a ketten, bár a te szakmád előadó művész, te képzőművész, de mégiscsak meg kell mutatnod magad a világnak, mert a műteremből ki kell lépni. Tehát mi ad bizonyosságot akkor, hogy akkor itt vagyok, és lám, nézzetek, hallgassatok? Hát amíg az ember fiatal, tele van energiával, és vágyakkal, és nagy művész akar lenni természetesen. És ez a 80-as, mi 78-ban végeztünk, és ez a 80-as évek legelején, ez nem volt kérdés. Bizonyos szempontból a mai világhoz képest az egy sokkal jobb világ volt. Tehát meg lehetett mutatkozni, mert voltak nagy országos kiállítások, oda be lehetett adni, nem meghívásos volt, hanem teljesen szabadon. És ott felfigyeltek az emberre. És azt mondták, hogy oké, ez a gyerek, ez nem is olyan rossz, adjunk neki egy portré megbízást, vagy egy kis valamit. És akkor még volt lektorátus, és akkor ez még nagy hatalommal bírt. És akkor természetesen, akkor kipróbálták, bevált az illető, nem csak magamról beszélek, egy egész korosztályról, és akkor úgy elindult szépen a pályán. Aztán meghívtak nagyobb pályázatokra, az ember vagy megnyerte, vagy nem, és akkor úgy szépen ez úgy lépegetett. Mondjuk ez ugye rendszerváltásig ment, utána aztán ott valami megszakadt. Uh-huh. Igen, erről szoktak mások igen, is így. Ott így valami megszakadt, és ezt ott, de aztán volt még ez a 2008-as válság, ott megint valami nagyon megszakadt, és teljesen átalakult a világ, újra kellene tanulni mindent, belépett ez a számítógép, ami engem nem érdekel, de hát a világ meg erről szól. Tehát akkor jobban ebbe lehetett a műterembe vonulni, és az ember csak melózott, beadta a kiállítása, és akkor vagy észrevették, vagy nem. Ma, ha valaki nincs fenn az interneten, nincs is. Éva, tehát a kérdés neked is, hogy amíg bizonytalanság volt, mégis mi erősített abban, igen, hogy a magad utat jó úton jársz? Voltak azért sikerek, bár én eléggé csetlettem, botlottam így akkor, amikor hát együtt lettünk ugye a Neotonnal is. Azért még akkor a 72, is? Hát igen. 72-ben volt, aki mit tud, az egy nagy élmény volt. Ugye bekerültünk a középdöntőbe, és ott azért nagyon sok volt a lépcső, amit meg kellett csinálni, tehát a kerületi-területi, országos, stb. Tehát sok minden. Nagyon érdekes volt egyébként, mert ugye neveztünk a Kózbabákkal, akkor a Stereo együttessel, és még egyéniben is indultunk. És eljött az a pillanat, amikor ugye a Budapestin egymásnak adtuk a kilincset. És akkor azt mondták, hogy na, álljunk meg egy pillanatra, hogy is van ez itt, most ezek jönnek sorba, ilyen produkció, olyan produkció, és akkor ők javasolták, a zsűri, hogy akkor legyen az, hogy a Stereo együttes menjen tovább, meg a Kózbabák, hagyjuk ezt a szólista dolgot. És akkor így mind a kettővel bejutottunk, tehát az már egy nagy siker volt a tévébe.
Aztán ez az a Ki mit tud volt, ahol a generál volt, Szűcs Jutka, hát tulajdonképpen ellenük estünk, Miki. És utána azért voltak nagyon furcsa dolgok, már úgy értem, hogy a lelkemben, mert igazából jól éreztem magam, ugyanakkor a színpadon nagyon nem voltam biztos. De aztán ugye jött ez a svédországi dolog, az megint egy jó dolog volt. Hát a fordulópontot azért a 77 adta meg, amikor ugye az Erdős Péterrel találkozott a zenekar, és ugye a Bors meg az Erdős Péter elhatározták, hogy a Neoton is elég jó, mert ők járták így a klubokat, a koncerteket, meg minden, és hogy foglalkozni kéne velük. És az onnantól kezdve erősödtem meg tulajdonképpen, mert volt egy ember, aki kívülről látott bennünket, és akkor mindenkinek megadta a feladatot, mindenkinek elmondta, hogy tulajdonképpen mit lehetne belőlünk kihozni. Tehát ez egy nagyon hosszú, egy éves folyamat volt, és az úgy egyre jobban mentünk előre, és akkor már úgy megkapaszkodtam. Akkor adsz most egy kis ízelítőt a Neotonból nekünk megint? Hát az az igazság, hogy én nem Neotont hoztam másodiknak. Nem baj, akkor azt mondták ugyanis, hogy valami egész mást, amit én soha nem szoktam úgy általában. Hát az itteni régi barátok tudják, hogy azért szoktam ezt a dalt énekelni, de most megint ugye az Abba az annyira divatos lett, hogy gondoltam, hogy elhozom azt a dalt, amit én azért szoktam néha énekelni, de hát ugye ebben a körben nem mindenki hallotta az én fellépős műsoromat. Egy Abba dal következik most, ami magyarul van. Néhány évvel ezelőtt csináltunk néhány dalt, amit magyarul feldolgoztunk. Maestro. Csikitítem, mi a baj mond? Nevetéset nem hallom mi. Érzem én, hogy a rókert messze van még. Elemészt a szomorúság. Gyere hát, és ülj ide hozzám! Látom az arcodról, ami rossz volt, rendbe hoznád. Csikitita szomorú lány, szeretőd a távolban. De az úton megváltoztál, keserű az egyedül lét. Hideg ágy és árvozasztal, néked szól, ez a daltán megvigasztal. Keresd még,
hiszen úgy sem rejtősz egyszer. Várlak rád, ne maradj a rossz kedvedben. Fiatal vagy, üde és szép, szerelemről szól ez az élet. Mosolyogj rám, kérve kérlek, csikitítatlan az jó, hogy az élet kereke mennyire könnyen fordul. Azt hiszed, hogy nincs remény, hova tűnt a fény, ne csodáld, hogy könnyed csordul. Elárulhatjuk azt, Éva, hogy ki, tehát jöttél ide, és ma Pestről jöttél ki, és hogy énekóráról jöttél? Igen. Miért jársz te még énekórára? Hát az az igazság, hogy ez egy olyan dolog, hogy olyan, mint a hangszer. Az embernek a torkában van a hangszer, és nagyon sok mindennek ki van téve. Tehát most nagyon sokat énekelek, rengeteg helyre járunk, a régi énektanárnő abba hagyta, sajnos, és most próbálok keresni egy olyat, aki tud még nekem biztonságot adni. Nekem mindig kell a kontroll, van akinek nem, van aki úgy jön, megy és énekel, meg hogy maga elintézi, és úgy tudja képezni a hangot. Hát nekem azért kell mindig, és mindig szeretnék egy kicsit előbbre lépni. És hát azért most is például Erdélyben voltunk, ugye majdnem Csíksomjon, 20 kilométer vagy 30 kilométerre onnan Csíkban, hát nagyon hosszú volt az út. Sok mindennek ki van téve, 50 éve minimum énekelek, de talán több is, hát sőt, több is. És azért voltak hullámhegyek, hullámvölgyek így hangilag, tehát egy kicsit sérüléken is a hangom, úgyhogy nekem ez nagyon fontos lenne, hogy csak hát nehéz egyikből a másikba belezuhanni. Ő is egy más dolgot mutat, az előző is egy más dolgot mutatott, úgyhogy én nagyon várom, hogy esetleg majd úgy tudjak énekelni, mint a maiak. Mert mi úgy kezdtük el, ugye, hogy csak hallottuk, hogy mondjuk a Sárosi Kati hogy énekel, de hát a maiak már egész mást hallgatnak. Ahogy a képzőművészetben is annyiféle irányzat van, azok mind az embert egy kicsit inspirálják. És hát abban reménykedem, hogy ő majd mutat valami olyat, amitől aztán olyan pacsírta leszek. Mert 24-be szeretnék egy olyan koncertet tartani, ami 24 elején, ami az én koncertem, egy ilyen szóló koncert az arénában, hát addigra nem is tudom, hol fogok tartani. Mondjam azt, hogy mi így is és most is, jó? Tehát lehet, hogy majd még
nem tudom, hova akarsz, de ugye, kedves közönség, mi így is, és most is, és mindörökké. Tamás, ugye üvegművészként végeztél, de az üveg nem lett a te anyagod, viszont hol festesz, hol szobrászkodsz, vagy kezdetben inkább szobrászkodtál, és mostanában inkább festesz. Mikor mihez nyúlsz? Hát tudja a jó Isten. Ez helyzetfüggő is. Tehát ha az embernek mondjuk van egy megbízása, akkor nem kezd el maszatolni, hanem elvégzi a feladatot. Nem tudom pontosan, hogy működik ez a dolog. Volt olyan időszak, amikor délelőtt csináltam az egyiket, délután a másikat. Volt, amikor évekig csak rajzoltam. Volt, amikor csak bronzzal foglalkoztam, vagy márvánnyal. Az utóbbi időben, mint hogy itt Szentendrén vagyunk, és nincs az a műterem lehetőség, ami mondjuk Budapesten, a Százados úti művésztelepen, meg hát minden nap bejárni, meg ingázni, az meg nagyon fárasztó lenne. De, tehát az ember abból főz, ami van. Nagyon egyszerű. Uh-huh. Mikor művészekkel beszélgetek, hát mi hétköznapi, vagy én beszéljek magamról, hétköznapi ember, úgy elképzelem, hogy reggel felülsz az ágyban, jön az ihlet, homlokon csókol a múzsa. Nem, szó sincs ilyen. Nem akarok csúnyát mondani, de... Hát szalonképeset mondtad. De hát ez szóval ilyen, hogy ihlet nincs. Az van, hogy folyamatos munka, az viszont van. És hogyha az embert jó állapotba éri az a fajta élmény, vagy az a fajta, mondhatjuk, sugallatnak is, akkor igen, akkor talán van. Egyszer-egyszer, ha az ember a legjobb állapotban van, csak azt veszem észre, hogy reggel elkezd az ember dolgozni, úgy eltelik a nap, hogy nem is emlékszem, és egyszer csak készen van. Uh-huh. És nem is emlékszem vissza, ez a legjobb az egészbe, de hát ez a legritkább, sajnos ez a legritkább. Különben, ha az ember reggel fölkel, akkor hát nem úgy, hogy megcsapja az ihlet, mert alig tudja kinyitni a szemét, és hát ugyanúgy, mint bárki más. Hát. Igen, és akkor az ember nehezen elindul, valamikor csak órákig ténfereg, nem találja pontosan, mert ez van olyan időszak, amikor előre megtervezem a másnapot. De van, amikor nem. Van, amikor csak az ember átballag, és akkor automatikusan beindul a dolog. Pontosan nem tudom megmagyarázni. És azt hiszem, ezzel nagyon sok ember így van. És hogy hol jönnek a gondolatok, a jó gondolatok? Hát egy példát elmondok, jó, ha lehetséges. A Dob utcában van egy szobrom, a Karlutz emlékmű, nem tudom, aki arra járt, esetleg jön egy angyal ki a falból, az aranyozva van egy nagy drapéria, és a földön fekszik egy figura. Ezt mondjuk 90-ben csináltam. És az úgy történt, hogy leültem a kályha mellé, a Százados úti műterembe, és egy ilyen kis írógép papírra felfirkáltam valamit. Gyakorlatilag kész volt a munka, mármint itt. De utána másfél év kemény meló volt megvalósítani az egész történetet. Vagy talán még két év is volt. Na hát ennyit az ihletről, hogy az ihlet az ott van, és utána aztán másfél évig kemény meló. Éva, elárulkodom, mert az előbb nem néztél oda, megsimogatta a képedet. Ugye a művészek nem igen? Nagyon szeretik, mikor nem a képeket simogatják. Nem. Tamás nem fog a kezünkre csapni, de ezek egészen különleges, és nem minden nap, és te is azért simítottad meg, mert ugye elgondolkoztál te is, hogy akkor ez most valóban egy hímzés, vagy a festő alkotta. Ennek a történetét meséld el. Hát igen, ez egy nagyon szép történet. A nővérem ilyen ecsettörlő rongyokat küldött nekem föl, és benne volt egy ilyen egész nagyméretű hímzés, amit még az anya csinált. És hát mondom, ebben nekem nincs szívem beletörölni az ecsetet. És akkor elkezdtem valamit csinálni, hát még eltelt utána két év, mire lett belőle valami, de akkor beindult ez a folyamat, és gyakorlatilag a mai napig is tart. És hát van egy ócskapiac, a Bakancsos ócskapiac, ez valahol ott Pest határában van, ott a 17-18. Ez nem a... Valahol... 17. 17.
Igen, és akkor oda járunk. Nem Vekerlén? Nem Vekerlén, nem. Ez egészen ott a Péceli úttól, hogy be kell menni, és... Na, és ott szoktam vásárolni ezeket a... Mert volt egy valaki, aki megkérdezte, hogy te ezeket te hímzed. Mondtam, elment az eszed? Hát én tudom, hogy ezt, mit tudom én, az anyu is, mit tudom én, egy fél évig hímzett egy terítőt. Egy ilyen matyó, hát az sűrű, macerás, kifolyik az ember szeme, és hát azt általában azért asszonyok csinálják. És nagyon érdekes történet, hogy azért ennek van egy olyan élete egy ilyen terítőnek, amit én ki nem állhattam az elmúlt 2018-ig. Kifejezetten utáltam. És akkor egyszer csak belém állt, hogy Atya Úristen, ebben milyen rendszer van, milyen szépek valójában ezek a színek, hogy ez van, amelyik 100 éves, és az már kopottabb, és azt már hány ember használta, mosta, lekávézták, kilukat, megstoppolták. Tehát ennek volt egy előélete. És most megpróbáltam ezt az egész bulit újra teremteni, és újra értelmezni. És hát ebből valami érdekes dolog jött ki. Hol lefestem, mint például ennél, hogy az egész felületet át, és itt-ott elősejlenek, mert ez egy kis terítő volt. Mit tudom én, azoknál szétvagdosom, és úgy ragasztom föl, és szóval ez folyamatosan fejlődik, és változik. Hát úgy röviden erről ennyit. És egy ilyen érdekes útkeresés. Sokan, főleg asszonyok odajöttek, és hát mindenki ért hozzá természetesen, mert mindenkinek az édesanyja, a nagyamamája, és mindenkinek van ilyenje otthon. És akkor mondták, hogy hát adhatok, hozzak neked ilyet, minden. De hát olyanokat hoznak, ami nem igazán, mert én már tudom, hogy mit akarok vele csinálni. És most ez a buli átfordul a szobrászatba is, mert fából készítek ilyen alapokat, és hát ezzel a hímzéssel vonom be. És hát ez is egy érdekes útkeresés. Hát úgy röviden ennyi. Egy méltatód írta azt rólad, hogy ez a művész nem foglalkozik tendenciákkal és áramlatokkal, nem választ mestert és nem csatlakozik csoporthoz sem, hanem megtalálva hangját, mint egy körvonalazva megragadni szándékozott gondolattartalmat, a saját útját járja. Ez téged elégedettsége? Mert ez a saját utat járni, az mindig sokkal nehezebb, mint áramlatokhoz csatlakozni. Mondjuk engem soha nem érdekeltek ezek az áramlatok. Igen, gyerekkorom óta járom ezt a saját utamat, aztán vagy sikerül, vagy nem. Hát most mit lehet erre mondani? Sok minden történt azért ebben az elmúlt 50 évben, azért sok... lehetőséget kipróbált az ember, mind a festészetben, mind a szobrászatban, sőt, még a 80-as években grafikába is belenyúltam. És hát változik is az ember a szemlélete is, az életkor függvényébe is természetesen. És azért a külvilág valamilyen módon hat rá. Volt egy időszak, amikor 50 éves korom környékén meguntam magamat, és elegem lett már abból, hogy szép szobrokat csinálok, meg szép melókat. És akkor elkezdtem szétrombolni mindent magam körül, de úgy, hogy ebből végül is egy esztétikai valami lett. A rombolásnak is van egy esztétikája, ami és ezek is annak a folytatmányai, szép magyarsággal, és hát jelen pillanatban most itt tartok. Uh-huh. Éva, te éltél át olyan pillanatot, mikor azt érezted, mondjuk állva a Neoton zenekar előtt a színpadon, hogy hát ebből nekem most már elegem van, vagy annyira szereted ezt, hogy föl sem merült soha ez benned? Volt egy kihagyás, tehát nem mindig voltunk mi együtt, mert hogy a 90-ben feloszlott a zenekar, akkor nagyon sok minden történt, ugye egyszerűen a rendszer megváltozott, meghalt a menedzserünk, meghalt a legjobb barátom, aki tényleg 13 éven keresztül inspirált, és tényleg mentünk előre, és csinálta nekünk a sikert. Föloszlott a zenekar, és végül is együtt maradtunk, ugye most is az a frontunk, ami akkor együtt maradt az Éva Neotonban. Aztán utána
ugye jött a gyerekezés, a Dávid, és akkor úgy gondoltam, hogy én kimegyek Skóciába, ott fogunk élni, és akkor háziasszony leszel, elnyi. És jól el leszel. Igen. És hát ez nem igazán úgy alakult. Egyrészt hiányzott ez, tudom most már én is, hogy mi az a honvágy, és ezt komolyan mondom. A honvágy az nem csak a szüleim, elsősorban a szüleim voltak, a rokonaim, a barátaim, a szakmám, és minden, tehát nagyon hiányzott, bár ott azért szeretett engem a család, meg minket, ugye, mert Dávid nagyon kicsi volt még, de hát valahogy nem volt meg az a plusz, amiért nekem ott kéne maradnom, úgyhogy úgy éreztem, hogy nekem még kell csinálnom a dolgokat, és akkor visszajöttem, és ott volt egy kicsit olyan nyögvenyelős, hát én 3-4 évig nem nagyon léptem föl, amíg a Dávid kicsi volt, és akkor utána egyre több lett a meghívás, meg mindenféle volt, színház volt. A Rutkai, igen, igen, a Rutkai Éva színház. Én akkor úgy gondoltam, hogy lesz egy énekstúdióm, amiben hát nagyon sokat segített az akkor énektanárom, a Sík Olga. Ő mondta, hogy csinálj egy ilyen énekstúdiót, és akkor majd én adok neked énektanárokat, majd adok. Ő szerette volna, hogyha az ő módszere egy kicsit így tovább él. Az meg is született, 2 évig volt, és hát voltak ott sikerek, átkerültünk oda arra a kis helyre, ahol a Rutka Éva Színház lett aztán később, mert ugye egyszerre érkeztünk oda, és akkor ők a színházat akarták, én az énekstúdiót. Aztán a vége az lett, hogy azt mondták, hogy jó legyünk mind a ketten, és hogy szerepeljek ilyen nem darabokban. Lepett meg ez a... Igen, hát a Higgins professzor... az első a Hippolyta Lakály volt, igen. És akkor jöttek így egymás után ezek a szerepek. De szeretted? Hát azért az egészen más. Nagyon más, igen, nagyon más. Mondtam, hogy ha sokat kell úgy énekelni, és akkor keveset kell beszélni, akkor megpróbálnám. És akkor tulajdonképpen ott találkoztunk a Szalai Gabival, mert ő egy régi barát volt, dolgozott is ott a Pro Manager irodában, ahol a Péternek az irodája volt, és aztán ugye egy kicsit úgy megszakadt a kapcsolat, és eljött oda, látta a darabot, tetszett neki, elkezdte menedzselni, vitte vidékre, és akkor ott elhatároztuk, hogy együtt fogunk dolgozni ennek 22 éve. És tehát azt mondanám, hogy a 90-es évek az nem volt a kedvencem. De aztán 2005-ben volt egy Népstadionbeli koncertünk, és akkor megint valahogy úgy éreztük, hogy ezt így koncertszerűen kell továbbvinni. De hát az emberben mindig motoszkálnak a dolgok, mert szeretne egy kicsit más csinálni. Imádom ezt a színház vonalat. Most egy nagyszerű produkciót hozott össze megint a Gabi. Egy olyat, ahol 3 férfi, 3 nő, egy Neil Simon darabot játszunk, Hegyi Barbara, Pikali Gerda, meg én vagyunk, úgy nagyjából van, aki le van kettőzve, ugye Tornyi Ildi, és aztán a Pusztaszeri Kornél a Szakács Tibi, meg a... Bozsó Peti, igen, játszunk együtt. Tehát ez egy nagyon jó darab, nagyon jó pofa. És hát ezzel is járjuk az országot. Aztán nagyon sokat lehet tőlük tanulni, nagyon fantasztikus emberek, tényleg egy csomó mindenben rengeteget segített. A Talós Rita rendezte egyébként a darabot. Én vagyok benne a Gabriel, aki mindennek a tudója. És hát most van egy olyan produkciónk, például, ami megint egészen más, mint a Neoton, de hát a Neotonnal ugye járjuk az országot, egy ilyen úgynevezett retro páholy, amit szintén a Gabi álmodott meg, és nagyon érdekes, hogy mennyire nagy sikere lett. Ez a film és a zene együtt, ugye a Kovács Péter hozta össze a zenekart, egy élő zenekar, úgyhogy Kovács Kati, én, ott is van néha Barbara, a Hegyi Barbara, akkor
a Bebe. Most leszünk egyébként Szentendrén a Skanzenban, 30-án, és hátul pereg a film. Mindannyian olyan dalt énekelünk, Michel Legrandokat például, vagy olyat, amihez közünk van, tehát most a Smile Again-t például, ami nekünk Japánban egy nagyon nagy slágerünk volt. Hú, annyi mesélni valóm van. Tehát az most a lényeg, ez a, hogy kibújni olykor a kibújni, igen. És ez a retropáho is olyan, hogy egész más feladatot ad, ugyanakkor rendkívül nagy sikere van. Tényleg a Balaton Színházban voltunk utoljára, és mindenkinek külön vissza kellett menni, minden dal után meghajolni, mert olyan nagyon szerették az emberek. Tehát úgy érzem, hogy a Neotont is nagyon szeretik, de ugyanakkor meg nagyon szívesen fogadják, hogyha van egy valami gondolatra felfűzött produkció. Ugye vége érhetetlenül tudnánk beszélgetni, de azért még van egy-két téma, amit szeretnék érinteni, és ez például maga Szentendre. Ugye a műsorunk címe is az, hogy Szentendrei Szalon. Hogy nektek mit jelent Szentendrén élni? Jelent-e egyáltalán valami pluszt, vagy csak egy lakhely? Tamás, kezdjük veled. Hát én nagyon régóta járok ide, még 1977-től. Sok barátom él itt. Valami varázslatos hely. Nekem mindig volt egy olyan gondolatom, hogy nagyon szerettem az olasz, meg a horvát tengerparti részeket, és valahogy ez az egész Szentendre azért erre emlékeztet. Arról nem beszélve, hogy itt minden nap olyan történelmi helyeken megy át az ember, hogy mit tudom én, a Barcsai itt járt, a Vajda Lajos itt járt, a Kornis Dezső, tehát olyan a magyar művészetben, olyan Dein Palival, mennyit ültünk itt a főtéren, tehát olyan figurák voltak itt, ami élő történelem. És itt valami mágikus erő van, tehát itt a helynek a szelleme azért igencsak működik. Annak ellenére, hogy mit tudom én, a hétvégék azok eléggé kibírhatatlanok. Hát te gondolj arra, amikor mi turistaként elmegyünk, igen, és de mi... mindegy. Én akkor is akkor imádom. Nem jövök le. Igen. Tehát nagyon egyszerűen oldom a kérdést. És hál' Istennek, ahol én lakom itt a Szamárhegyen, oda már turista áradat nem megy föl. Szentendre úgy ennyi. Nagyon-nagyon varázslatos... Meg itt azért a római kultúrától kezdve minden itt van, és érződik. Egyszer, akkor 2000-ben itt laktunk még egy évig, akkor felmentem a templomdombra, és egyszerűen valami olyat éreztem, hogy azóta se. Tehát valami olyan kisugárzás volt a levegőben, mert ott régen temető volt itt a templomdomb környékén, meg az egy erőd volt. Hogy azt a szavakkal nem lehet elmondani. Gomolygott a köd, november volt, füstöltek a kémények, és akkor Szentendre még nem ilyen volt, mint most, hanem 2000-ben még a régi Szentendre volt. Most azért egy kicsit, nem kicsit, nagyon átalakult valójában, de mégis ennek ellenére megmaradt az a varázslata, ami mit tudom én, a 70-es, 80-as, az 50-es évekről nem tudok, mert akkor még nem voltam itt. De hát az megvan. A Szamárhegyen élsz, és én most fedeztem fel, mindig olyan szeretettel mentem el amellett a Barcsai szobor mellett, ami ott a Barcsai téren van, és ugye a botja is ott van az öreg festőnek. Yeah. És hát én most tudtam meg, hogy az a te szobrod. Igen. És egy kicsit helyetted is morgolódtam ott, mert elkezdtem keresni a nevet rajta. Ott, ott van az csak. Hát jó, de ott van a támogatók, hogy ki mindenki támogatta a létrejöttét, és a te nevedet magában a szoborban nagy nehezen fedeztük fel, és akkor ez nekem rosszul esett, hogy miért nincs az is rendesen feltüntetve. Meg azt hittem, hogy mindenkinek jó a szeme, és észreveszi. Tehát... De azért az jó érzés lehet, nem? Hogy kisétálsz a házattól. Nagyon érdekes, hogy jött létre a szobor. Kárpáti Tomi, az ott lakik a Temető utcában, egy kiváló festő. És a felesége, Mártika mondta, hogy kéne egy Barcsai szobrot csinálni. Azt mondja, mindegy, legyen ekkora. Mondom,
Ja, nincs, hogy egy ekkorát a mesterről, tehát ilyet nem lehet csinálni. És akkor mire bementem Pestre, mert akkor építkeztünk, kitaláltam, hogy hogy tudom pénzügyileg ezt megoldani. Mert a város az nem semmi. Tehát az nem... És a Barcsai mindig ott botorkált, mert ment le a ide ebédelni a görög kancsóba, és hát a háza neki ott kicsit odébb van hátul. Hát volt, hát most már csak a műterme van meg. És hát, hogy legyen róla is valami elnevezve. És akkor hát Hanferim és Deinpali jöttek, és ők zsűrizték le. És akkor jött a Deinpalinak az az ötlete, hogy mi lenne, ha fölakasztanánk a botot a posztamensre. Na, föl is akasztottuk, mit tudom én, két hét múlva eltűnt. Leverték a szemüvegét, utána visszatettem, a bot három év múlva előkerült, visszatettem, azóta megvan. Tehát... De jó érzés lehet, hogy neked ott igen, van a jó, hogy az ember. Bár nekem van több szobrom itt Szentendrén, mert van ott az Anna Margitnak az az új ház, azon ez egyik dombormű az enyém. Itt van a könyvesboltban egy kis angyalka, azt még az Erdész Laci rendelte. Aztán mi van? Ja, még a Malomba van hogy hívják, azt a műtörténés szegényként meghalt. Na mindegy, nem jut eszembe neve. Ott van még egy domborművem. Tehát itt Szentendrén az elmúlt 20 évben én valamilyen szinten. De ezek mind ilyen, ebben semmi pénzügyi vonzata nem volt. Ezek saját szorgalmi feladatok voltak. Éva, neked Szentendre mit jelent? Hát Szentendre tulajdonképpen még a családunkból jött valahogy, a nővére még imádtak ide járni, és egész fiatal koromban néha magukkal hoztak, és akkor szagoltam bele először ebbe a varázslatba. Akkor még ugye ott járt a busz a rakparton. Aztán utána az egyik barátom kiköltözött Szentendrére, és ő történetesen egy neonatológus volt, aki mondta, hogy hát a Dávidnak valami jó levegő kéne, nehogy már a városba nevelt föl a gyerekedet. És akkor oda költöztünk hozzájuk, az is Izbégen volt, és valahogy aztán átköltöztem Tahitót falura, mert egyszerűen az volt megfizethető nekem, ott vettem egy házat. És akkor... amikor valamilyen riport volt, vagy valami ügyben kellett találkoznom emberekkel, akkor mindig itt Szentendrén beszéltem meg. És ahogy itt jöttem így egyszer így keresztbe a téren, azt mondtam, hogy én valahogy ide akarok tartozni. Nekem itt olyan jó, nekem úgy tetszik ez a hely. És akkor egyszer csak most már, ugye 5 éve lakom itt, de a Dávid ide járt Visegrádról, elkerült az erdei iskolából, mert mondta itt az igazgató úr, hogy ha jót akarok a Dávidnak, akkor hozzam onnan el, mert az az alapítványi iskola, az nem sokáig fog működni. És akkor ide járt a Rákócziba. És szerintem az ő rajongásuk Szentendréért túráztatta föl megint azt, hogy a fiatalok annyira megszerették Szentendrét. Mert hogy kicsit olyan halott volt Szentendre, és ők viszont annyira imádták, hogy akkor olyan élettel teli lett. És hát engem ez vonz. Én is imádom a régi helyeket, amiket mondott Tamás. És hát ennek is megvan, ennek a városnak az a vonzereje. És hát a másik, mindig azt szoktam mondani, hogy az a lényeg, hogy az ember mikor megy haza, akkor milyen úton megy. És akkor még ez is olyan jó út volt, most már egy kicsit túlzsúfolt, de imádom, igen, és örülök, hogy 5 éve már én is szentendrei vagyok. Hát akkor kívánjuk, hogy még 50-et itt tölts el. Amikor az ember élete folyik, ahogy folyik. És most ne szépítsük, mi egy korosztály vagyunk, és a nagyján túl vagyunk. Akkor ha jövőre gondoltok, abban mi van benne? Jó, benne van a 2024-es vágyad, álmod, de úgy még esetleg, mi az, ami úgy hajt és visz előre? Hát nézd, elsősorban
Elsősorban talán az, hogy a gyerekemnek milyen lesz a jövője. Tehát azért ez egy nagyon nagy erő. Az, hogy ő hogy boldogul, az ő családi élete hogy alakul, lesznek-e gyerekei, megtalálja-e, hát ugye most nősült, és úgy néz ki, hogy nagyon jól és sikeresen veszik az akadályokat. Tehát engem elsősorban ez visz előre, együtt játszunk, ő 15 éves kora óta ott van mögöttem a koncerteken, ő dobol, de hát már mindenféle álmai vannak, amiben én segítkezem, ugye, hogy megvalósuljanak, és bátorítom őt. Ez nagyon sok erőt ad. A másik az, hogy ezek a rövid távú sikerek, az, hogy azért, ahol ki van írva, hogy ne otthon koncert lesz, vagy azt mondják, hogy hát kit is hívjunk, ahol biztos, hogy sokan lesznek, akkor biztos, hogy valakinek eszébe jut, hogy hát hívjuk a Neotont, akkor majd sok ember összejön. Tehát ezek nagyon jó dolgok, hogy tudunk előre menni a koncertekben, most is készülünk, ugye október 22-én lesz az Arénában egy nagy koncertünk, tehát ezek mind olyan mérföldkövek, amik sok erőt adnak, és úgy csinálunk, mint hogyha nem is múlt volna el az 50 év. Ugye éppen meséltem Tamásnak, hogy az érettségi találkozó kapcsán beszéltem az egyik osztálytársammal, hogy jössz, te is jössz, én is jövök. És mondom, Emi, és ott dolgozol még a bankban, ahol régen dolgoztál? Szerintem meg vagy őrülve, én már rég nyugdíjas vagyok. Én már nem dolgozom. Jaj, mondom, persze. Hát. De hát én viszont hála a Gabinak, ugye a menedzser, mi úgy dolgozunk, mintha semmi nem történt volna, reggeltől estig, kötetlen munkaidőben, és akkor holnaptól ugye megint indul, van holnap egy koncert, holnap után két koncert, utána egy fellépés, tehát csináljuk úgy, ahogy ezek az ilyen kerék, ami forog, és jó, isszuk a sikert, és vesszük az energiát a kedves közönségtől, ugye? Itt vannak azért olyanok, akik mindig ott vannak a koncerten, úgyhogy ők igazolnak. Tamás, te? Hát én már így a sikerre annyira nem gyúrok. Én egyet szeretnék, illetve azt csinálom azon a megkezdett úton, amin elindultam, azt azon rajta maradni, és ha egy mód van rá, ezt az egész itt 50 évet méltó módon lezárni. Számomra ennyi. A mi pályánk az olyan, hogy nem kötődik a nyilvánossághoz, már olyan értelemben, hogy színpad. Az egy magányos műfaj, az ember bebújik a odujába, és akkor végzi. Van, amikor 2-3 hétig a kutya nem néz se oda, vagy egyáltalán ki se teszem a lábam. Mert miről szól egy kiállítás megnyitó, egy vernisszázs? Arról szól, hogy ugyanazokat az embereket látja az ember, ugyanazok a problémák vannak, és már annyiszor megbeszéltük, hogy mi a fenének. Tehát ez az útonlevés, ami a számomra a legkomolyabb kihívás, illetve hát nem is kihívás, hanem ez egy életforma. Ez semmi különös, úgy él az ember, mint a legtöbb hétköznapi ember. Végzi a dolgát, bevásárol, kocsit elviszi a szervizbe, és hát a köztes időbe pedig szépen elvégzem. Már az se érdekel, hogy mi lesz a végeredmény, mert valami mindig megszületik. Tehát ha az ember rajta van azon az úton, amit elkezdett, ez most mindegy, hogy festészet, szobrászat, teljesen mindegy, hogy, és a lezárás, az, hogy most hoztam el Salgótarjánból a gyerekkori munkáimat, hát nagyon ramatja állapotban vannak, de hát most ezeket így megpróbálom, meg egy csomó más dolgot összegezni, lezárni, rendbehozni, hogy az ember, amikor már nem lesz, akkor nem maradjon utána egy ilyen hatalmas szeméthalom. No. Hát ez a cél. Hát én mind a kettőtöknek nagyon szépen köszönöm, és nagyszerű
társaság voltatok, és nagyon örülök, mert ma tényleg fantasztikusan megvalósult az, hogy két ember, akik nem is tudtak talán, jó, te tudtad, hiszen Évát mindenki ismeri, de talán, de Tamás talán még nem, de hogy úgy éreztem, hogy jól éreztétek magatokat egymás társaságában, és igen, én ennek nagyon örülök. Önöknek, kedves jelenlévő közönség, köszönöm, hogy itt voltak, nagyszerű, figyelmes közönség voltak, úgyhogy köszönöm, hogy velünk tartottak ma is, és önöknek is, kedves nézők, odahaza, remélem, hogy kellemes perceket, kellemes időt, tartalmas időt szereztünk mi itt, Csepreg Évának köszönhetően is, Szabó Tamás képzőművésznek köszönhetően. És akkor Éva, a végére is valamit tartogatsz nekünk. Ez egy olyan dal, amit a fiam apukája írt még annak idején. Egy kicsit más volt az angol szövege. Ez is erről a lemezről való. Ha meggyűrődtek már legszebb éveim, gondolj majd rám. A ragyog egy új fény csillag, s elfordult már az út. Ha más dalokra vár az ezred forduló, gondolj majd rám. Ilyen az élet, ne sokat kérdezd, merre tart, vagy hány dalt ír, csak tudnám, hogy lesz még pár sikeres ír. Álmodom, a bett szép remények búcsúznak Pest-Budán. Ha mégis hallod még az ósdi dallamot, gondolj majd rá. Milyen jó, hogy valaki emlékszik még a dalra, igaz? Ezt nem nagyon szoktam énekelni. Ilyen az élet, ne sokat kérdezd, merre tart, vagy hány dalt ígér, csak tudnám, hogy lesz még pár sikeres ég. Álmodom, az elmondó szép remények búcsúznak Pest-Budán. Ha mégis hallod még az ósdi dallamot, hát gondolj majd rám. Gondolj majd rám. Gondolj majd rám.
Köszönöm szépen!